A Femina nagyon fogadkozott, hogy most idén először legyőzi a Szegedet, a Tiszaparton játszották ezt a mérkőzést, de hát a Szegednek is égető szüksége van a pontra, pontokra, Fehérben a hazai csapat, ugye? Hétközben is játszott egy meccset a Femina, akkor is lőtt egy hasonlót, Beke, messziről találta el a kapufát. Aztán Török Kitti próbálkozik ugyan, de labdát veszít. Loket is tolja tovább, honfitársa bátra mehet. Megnézi a jobb alsót, elgurítja a kapus mellett, és a jobb alsó mellett is marad a 0-0. 10 perccel a szünet előtt Dudás szöglete következhet. A rövidről kipaskolják, nem jut messzire. Visszakerül Dudáshoz, egyből középre, pörög a labda, és Varga elé kerül, vezet a Szeged. Szegény Molnár Eszter, nagyobb becsapta őt a labda pörgése egyrészt, meg a szemébe sütő nap. Ezt szeretné gyorsan elfelejteni, de hát most még egyszer látja. Ennyi volt a szünetben, a 62. percben még egy szenzációs szabadrúgásból Zimányi Kovácstól. 2-0. Ő a tavalyi bajnoki szezonban összesen 20 találatot szorgoskodott össze, most neki ez az első, viszont nem akármilyen. A Feminából nagyon hiányzott a motor Horváth Hanna. Csalódott vagyok, nyerni jöttünk, kellett volna nekünk is 3 pont úgy, ahogy a hazai csapatnak. Sajnos nem sikerült, az első fél időben az edzőnknek bele kellett nyúlni a mérkőzésbe, egyéni problémák miatt. Kaptunk egy gólt, egy elég buta gólt, sajnos nem tudtunk javítani a támadásokon, nem voltunk ott. Csalódott vagyok. Nagyon örülök a győzelemnek, úgy érzem nagyon igazságos volt, és mindannyian nagyon boldogok vagyunk, és szerintem megérdemeltük maximálisan. Kiegyenlített első félidő után én úgy gondoltam, hogy erővel sokkal jobban bírtuk, mint a vendégek. Ez a 2 gól, amit sikerült szereznünk, én úgy gondolom, hogy megérdemelt volt, és be lehetett volna még több is. Mai napon ennyi sikerült. Gratulálok a Varga Zsuzsinak az első NB1-es góljához, és örülünk, hogy a visszatértek is jól mentek bele a mérkőzésbe. Összegészében ilyen mérkőzések kellene játszani. Nekünk nagyon-nagyon fontos a minden egyes 3 pont. Teljesen megérdemelten nyert a Szeged. Agresszivitásban abszolút felénk nőtt, és hát egy-két játékosnál ugye előjöttek olyan problémák, hogy akik ugye mind a 3 mérkőzésen nálunk szerepeltek, hogy azért 3 mérkőzés egy héten egy amatőr csapatnak nagyon sok. Nagyon szűk a keret, edzésre nem nagyon tudnak jönni a játékosok, így sajnos ez benne volt a mérkőzésben, én azért abba bíztam, hogy mindenki azért a maximumot próbálja adni, sajnos ugye ez most úgy nézett ki, hogy ez nem sikerült, úgyhogy én ismét csak gratulálni tudok a Szegednek, mert most abszolút megérdemelten nyertek.